Akkor pontosan hogyan is történt? Hát ez úgy történt, hogy találkoztunk egy régi óvodatársammal az utcán. Ő nagyon örült nekem, de én nem örültem neki, mert mindig ellopta az óvodába a zsebpénzem. Ő mondta nekem, hogy megváltoztam. Becsó, én elhittem neki, kinyitottam a rágómat, meg akartam vele kínálni. Kert kitépte a kezemből, és elrohadt. Utána rohadtam, de beleütköztem egy csapat lányba, és pont úgy pördültem meg, hogy a lányok is látták. És ezt mondták. Te tehetséges vagy! És így lettem vezetőtáncos a rózsaszín egyszerűnál. Jött a fellépés napja, és én nagyon izgultam, hogy meglátta, és oda jött hozzám, és ezt mondta. Kedved jó lesz, ha van nálad keksz, és múlik a stressz. Előrántott egy kekszet, és megnyugodtam. De amikor megláttam az óvodatársamat az első sorban, és rágózott, nekivágtam a kekszet, többre nem emlékszem, doktor úr. Nyertünk! Nem.